Ami azt illeti, a különböző fehérvári média felületeken egymásnak ellentmondó, vagy legalábbis egymástól némileg eltérő információkat találtunk arról, hogy mikor is kezdik meg a karácsonyfák elszállítását az idén. Annyi minden esetre bizonyos, hogy a vízkeresztet január 6-át idén is megvárta a depónia, részben nyilván hagyománytiszteletből, részben meg azért, mert 6-a idén vasárnap volt, így valószínűleg abból indultak ki, hogy a hétvégén sokan leszedik majd a karácsonyfát. Persze gondoltak azokra is, akiknek nem volt kedvük, nem volt idejük, vagy nem volt szívük megszabadulni a fenyőtől, legalábbis egyelőre, hiszen a következő napokban folyamatosan szállítják el az immár hulladékká változott fákat. Apropó hulladék. Miután a kidobott karácsonyfákat nagyon helyesen újrahasznosítják, figyeljünk arra, hogy minden díszt szedjünk le róluk, mivel egy hőközpont kazánjának ezek azért tudnak ártani, és hát egy fém karácsonyfatalp komposztálása sem tartozik a zajos sikerrel kecsegtető haditervek közé. És ha már a tüzelésnél tartunk, a lakótelepeken élők valószínűleg nem a kidobott karácsonyfa elégetését választják majd, de a vegyes tüzelésű kazánok tulajdonosainak sem ajánlanánk ezt a megoldást. A fenyő magas gyantatartalma miatt jól ég ugyan, de ugyanezen okból kifolyólag tönkre is tudja tenni az erre fel nem készült tüzeléstechnikai eszközöket. És igazából az otthoni komposztálás is ellenjavalt, legalábbis a türelmetlenebbeknek, mivel a fenyő esetében az ilyesmi jóval tovább tart az átlagosnál. Összefoglalva, a lényeg az, hogy aki a következő néhány napban nem dobja ki a tavalyi karácsonyfát, az már tartsa meg idén karácsonyig, hiszen kevés lehangolóbb látvány van annál, mint amikor május derekán félig leszedett karácsonyfákat görget a szél a kocsi úton.